így a felvétel, mert nem látok semmit. Különös. Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és a héten megjelent DJI FPV drónt teszteljük. Hihetetlen, hogy most így egyből ezt a kezembe foghatom, illetve Oszinak köszönhetően, hogy mindjárt meg is mutatom, kétszeres országos FPV bajnok. Neki köszönhetően kipróbálhatjuk, rengeteg király sátort csináltunk, átbeszéljük, hogy nagyjából mit tud, pro, kontra, és hogy kinek való. Az, hogy kinek való, a legvégén mondom el, úgyhogy maradjatok mindenféleképpen a végéig. Most kezdjük el, jöjjön az intro. Kezdjük azzal, hogy mi is az az FPV. Az FPV az ugye First Person View, és azt kell tudni ezekről a drónokról, a sima mondjuk DJI Phantom, Mavic, ezekhez képest, hogy igazából bármerre tud menni. Tehát, hogyha fogod a drónt, úgy tudod irányítani, amerre csak szeretnéd, tehát ilyen nagyon akrobatikus módokat tudsz benne csinálni. Amúgy pont van egy akró mód is benne, ami a sima FPV drónokhoz képest itt így határozzák meg, mert ugyanis van benne sima, normál mód, amivel kb. Úgy viselkedik, mint a Mavic, de már az elején elmondanám, hogy ha valaki csak ilyen sima, cinematikus dolgokat akar, akkor ez nem neki van. Na nézzük a technikai dolgokat. Ebben egy egyaxiszos, tehát fel és lefele működő gimbal van, amivel stabilizál, azzal szemben, hogy mondjuk egy Mavic 2 Pro-ban három axis van, tehát balra-jobbra, tehát ugye össze-vissza is stabilizálja a dolgokat. Ezt úgy lehet elképzelni, hogyha mondjuk mi balra el akarunk menni, akkor így nagyon megdől a drón, míg például egy sima Mavic 2 ezt így a gimbalnak köszönhetően ugye ki tudja küszöbölni. Most pedig nézzünk meg néhány nagyon király snittet a DJI FPV-vel, amit készítettünk a mai napon. Megigazítottam a fényt, szóval hogyha már kamera, egy 150 fokos látómezeje van, ugye 4K 60 fps-be vesz fel, vagy pedig Full HD-be akár 120 fps-be, és ugye ez a európainak megfelelően 50 fps, illetve 100 fps-t tud. És hát a dinamika tartományában, meg képminőségében nagyjából egy ilyen Mavic Mini szintet tud hozni a dolog. Tehát maga ez a drón. Az is durva, hogy mondjuk egy Mavic 2 Pro tud menni, azt hiszem, ilyen 70-80 km per órával, na most ez 150 km per órával tud menni a legdurvább módjába, és ugye azért is csinálták meg, hogy ugye a tilt-axisen tud a kamera fordulni, hiszen minél jobban megy egy drón, tehát most mutatom, hogyha megnézitek, hogy ugye alapból egy mondjuk Mavic megy így, de amikor ez az FPV beindul, akkor így van, tehát a kamerát nyilván errefele kell indítani, és ezért jó. Most berakok ide egy felvételt, amit madásen egy ilyen fordulást csináltunk, hogy arra is, hogy az tudjunk ilyet csinálni, kell, hogy be tudjuk állítani a kamerát is a megfelelő szögbe. Maga, ahogy a kamera kinéz, az egy kérdéses dolog, hogy például ND-filtert nem lehet rárakni, ami egy ilyen sötétítő dolog. Ezt, amikor egy nagyon cinematikus felvételeket vagy fotókat szeretnénk készíteni, a Mavic 2-re, a Mavic Air-re, mind vannak ilyen kompatibilis dolgok, amiket fel lehet rakni. Na de vissza a drón működésére, egy FPV-hez képest, ami ez nagyon erős, ilyen technológiai ismeret kell, mindent szerelni, beállítgatni, összekötni géppel, nagyon sok kalibrálás, van szükség. Itt csak tök egyszerűen rárakjuk a propellereket, amit amúgy rajta is lehet hagyni. Feltöltjük az aksit, magát az aksiról is mindjárt mondok pár dolgot, és kb. El is tudunk kezdeni repülni. Na de milyen az aksi, és mikor érdemes elkezdenünk repülni? Hát megint visszatérve a sima FPV drónokhoz, ott rengeteg aksira van szükség, mert kb. 2-3 perc, amit bír, vagy maximum 4-5 egy ilyen aksi. Hát a DJI azt mondja, hogy ez egy 20 percet bíró aksi, ahogy Oszi vezeti, hát azzal mondjuk egy 13-14 percet bír, de hát az is kb. 5-szöröse egy sima FPV drónhoz képest, amit tud, tehát ez fantasztikus dolog.
Még egy érdekesség, ez Oszinál nem volt nála, egy olyan, mint egy ilyen joystick, mint amivel játszottunk kb. PlayStation-on, vagy amivel elképzelem, hogy irányítanak meg ilyen repülőgépeket, és azt így fogod, és van benne egy érzékelő állítólag, baromi intuitív, benyomod a gombot, akkor így mész előre, de van hátul egy fék rajta, és akkor amerre éppen döntöd, meg balra, jobbra, felle, úgy megy a drón is, és hát nagyon-nagyon könnyű kezelni. Majdnem elfelejtettem mondani, egy nagyon durva con lista, és remélem, hogy ezt ki tudják küszöbölni majd, hogy ahogy csináltuk a felvételeket, ilyen wobbly-be is rakok ide egy ilyet, hogy ilyen remegések vannak. Konkrétan amúgy olyan sátokat akartunk csinálni, amit majd később használhatunk a nagy budapesti projektünkbe. Iratkozzatok fel, hogy azt a videót biztos, hogy értesüljetek róla, arról a videóról, de hogy nem tudjuk használni, mert így remeg az egész. Nagyon-nagyon szar, úgyhogy remélem, hogy ezt egy firmware átléttel ki fogják javítani. De beszéljük át azt, hogy mi az, amire nem jó, és kinek nem való, és mit nem tud csinálni. Hát nekem az egyik visszatartó tényezőm pedig tényleg úgy éreztem, hogy instant get, hogy nincsenek benne intelligent flight modok. Tehát ha mondjuk egy hyperlapse-et szeretnék csinálni, vagy hogy kövessen, vagy hogy orbitáljon, tehát körözzön valami körül, amiket ugye a mavic-ek már baromi jól tudnak, ez nem tudja. Habár van benne két szenzor, tehát lefele és előre van benne akadály, kivédő funkció, de nem alkalmas arra a drón, hogy ezeket az intelligent módokat tudja. Ugyanazt amúgy el is kell mondani ezekre a kettő, ami legalább csak kettő, de legalább van rajta, hogy ez a normál módba tud igazán jól működni, hogyha ebbe az akró módba tesszük, amiért egy FPV drónt venni, akkor viszont nem használható egyáltalán, és simán neki tudunk menni valaminek, úgyhogy erre vigyázni kell. Ami viszont a pozitív oldalán van a dolgoknak, hogy van benne egy RTH funkció, tehát Return to Home, tehát ha bármikor ő elveszi a jelet, egy sima FPV drónnalhoz képest, ami mondjuk ebben lezuhan, ő megtartja a magasságát, és felmegy egy olyan mértékre, egy olyan magasságra, ahol biztonságosan vissza tud hozzánk jönni, illetve van rajta egy stop gomb, vagy ahol bárhogy megyünk, úgy érezzük, hogy elvesztettük, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, így megnyomjuk a stop gombot, és megáll egyből, valamint folyamatosan látszik, hogy merre van a home, tehát mi merre vagyunk, ezt akár ilyen virtuális valóság szinten is ki lehet rá rakni, és akkor tudjuk, hogy merre kell visszarepülnünk. Tehát tényleg nagyon sok olyan dolgot beleraktak, ami a sima FPV-ben nincsen, és hát a verdikt, hogy ez kinek jó, Oszi elég jól mondta ezt el, hogy mondjuk van egy olyan ember, vagy egy apuka, aki mondjuk utazásokra, hobbiból, vagy akár ilyen YouTube-os vlogokra, ott van a Mavic 2 Pro-ja, a Mavic Air 2-je, valamilyen ilyesmi drónja, használja azt. De ha keres egy hobbit, és szeretne jobban belemélyedni abba, hogy mi is ez az FPV-zés, érdekli ez az egész világ, de nem akar annyira a technikai oldalával badrálni, hogy egy klasszikus FPV-drónt használjon, akkor neki való. Vagy való azoknak az FPV-seknek is, hogyha mondjuk egy baromi jó átmenetet szeretnének, tehát hogy közvetítést, hiszen nagyon sok FPV-nél az, ami kamera látszódik, egy ilyen borzasztó analóg jel, itt meg 120 FPS-en láthatjuk nagyon minimális ilyen 30 millisekundomos késleltetéssel, hogy mi történik, nyilván sokkal jobban lehet ezt így használni. Nekem nagyon nehéz a döntés, még mindig ugye elég friss a dolog, még fogunk forgatni Oszival, és mindenféleképpen iratkozzatok fel, ugye, hogyha szeretnétek megnézni, Budapestről egy nagyon komoly filmet készítünk, de úgy érzem, hogy az én szintemen arra, amikre én használom, és minél jobb képi minőséget szeretnék, amiért ugyanúgy mondjuk egy GH5-ömet leváltottam egy A7-es 3-ra, ugyanúgy az a kamera minőség, amit az FPV tud, az nem ér fel egy Mavic 2 Pro-val, úgyhogy szerintem én meg fogom tartani. Ti hogy álltok hozzá? Egyáltalán ugye most nagyon nehéz is drónozni, meg nagyon sok dologhoz kötött, de ha már drónozunk, akkor inkább elmennétek egy FPV irányba, vagy pedig maradnátok a klasszikus, milyen érdekes, azt mondja 2021, vagy klasszikus drónoknál. Írjátok meg kommentbe. Ha most találkoztunk először, mindenféleképpen iratkozzatok fel hozzám, iratkozzatok fel Oszihoz is, viszonylag király drónversenyes, és mindenféle videót csinál. És főleg, hogyha érdekelnek a technikai részletek amúgy
a DJI FPV drón kapcsán, neki van egy 15 perces videója, amiben mindent elmond ilyen technikai oldalról is, ami van erről a drónról. Úgyhogy hozzá és köszönjetek be, mondjátok, hogy innen jöttetek, kommentbe írjátok meg neki. Remélem még találkozunk. Osszátok meg ezt a videót, akivel gondoljátok, akinek érdekes lehet a téma. Sziasztok!